Az a tapasztalatom, hogy a vírusveszély kihirdetése óta a tolnai emberek betartják a korlátozást. Ez alól talán a nyugdíjasok kivételek, akik amint lehet elindulnak. Mondta el tapasztalatait a Perszafel Ágnes polgármester. Az élelmiszeri üzletek is bezárnak, akkor gyakorlatilag megáll az élet, és tényleg csak sétáló embereket lehet, vagy sétáló emberekkel lehet találkozni a városba. Én magam ugyan nem egy nagyon forgalmas utcában lakok, de órák eltelnek úgy, hogy hallanék valakit, vagy hallanám azt, hogy mondjuk valamilyen járművel elmegy ott valaki a házunk előtt. Én azt gondolom, hogy ez azért megnyugtató. Tehát, hogy az emberek tudomásul vették azt, hogy a járvány kezelésének ebben a szakaszában otthon kell maradni, és én azt gondolom, hogy az itt élők ezt meg is teszik. Ugye mi több intézkedést hoztunk a tekintetben, hogy ezt meg is tehessék. És itt értem ez alatt azt, hogy 70 éven felüliek ellátásában segítünk. Én megmondom őszintén, akkor, amikor ezt az intézkedést, vagy erről az intézkedéstől döntöttem, ez még március közepén volt, tehát március 18-án minden 70 év feletti lakoshoz eljuttattam egy írásos megkeresést, amiben azt kértem, hogy maradjanak otthon, és mi az ő ellátásukban segítünk. Nagyon kevesen voltak azok, akik ezt igényelték. Tehát én azt gondolom, hogy, illetve arra számítottam, hogy sokkal többen fogják ezt igénybe venni. Azt viszont sajnálattal vettem tudomásul, hogy mégis inkább a 70 éven felettiek is elmentek a boltba és a gyógyszertárba. Tehát a délelőtti órákban, ugye jelen pillanatban, most már hetek óta, csak a 65 év felettiek járhatnak, de ők járnak. Én jobban örültem volna, hogyha igénybe veszik a mi szolgáltatásainkat, és inkább otthon maradnak, de ezt az idősávot ők kihasználják. Hát én remélem, hogy azért ebben lesz egy kis szigorítás, és talán egy kicsit az idősebbeket ebben a tekintetben még jobban otthon tudjuk tartani. A város költségvetéséről és a jövőbeni működésről szólva Tolna polgármestere azt mondja, a források kiesése felborította az egyensúlyt, és ennek következtében jó néhány tervről le kell mondani. Azt azért rögtön a járvány kitörésekor és a gazdaság leállításakor azt azért rögtön éreztük, hogy a nagy munkáltatók egy kicsit megtorpannak. Mi rögtön tájékozódtunk tőlük, előzetesen arra számítunk, hogy akár egy 80-100 millió forintos iparűzési adóbevétel kiesés lesz ebben az évben és a következő évben is, amit nyilván valamilyen módon kezelni kell. Ehhez jön még hozzá ebben az évben a kormány döntésése okán a gépjárműadó visszafizetése vagy átengedése az állam részére, ez Tolna esetében 34 millió forint. Tehát, hogy számoltunk egy olyan 100-110 millió forinttal, amit biztosan kiesés lesz a város költségvetésében. Hála Istennek most először úgy fogadtuk el a város költségvetését, hogy tartalékot képeztünk, és nem döntöttünk konkrét fejlesztésekről. Ez azt jelenti, hogy kb. 70 millió forint volt az, amiről későbbiekben született volna döntés, de ez nyilván nem fog megszületni, mert hogy ez a pénz ez nem fog befolyni az önkormányzat kasszájába. Ennek okán nem tudunk járdákat építeni, utakat építeni, egy csomó mindent nem fogunk tudni megvalósítani, ami a fejünkben már ugyan létezett, de konkrét döntés még nem született róla. Mindezeken túl pedig egy 15-20 millió forintot még azok a kiadásokból is faragni kellett, amit az önkormányzat korábban már elfogadott. Nyilván azok a programok, amiket a Tolnai Kulturális Központ rendezett volna, ezeknek a jelentős része is nem fog megvalósulni. Ennek oka az, hogy az emberek nem mehetnek el a rendezvényekre, a másik oka pedig az, hogy nem lesz rá pénzünk. Tehát például nem lesz városnapja az idén, a Bárka Fesztivál is, én azt gondolom, hogy valami minimális programmal, azt nem tudom, hogy egyáltalán augusztus második felében lesz-e már lehetőség arra, hogy egyáltalán akár több száz fős rendezvényeket tartsunk, de ha tarthatnánk is, azt kell, hogy mondjam, hogy minden bizonnyal nem lesz rá pénzünk, legalábbis nem annyi, amennyit korábban terveztünk. És aztán vannak még intézményeinknél is olyan fejlesztések, kísértékű eszközök beszerzése, amit nem fogunk tudni megvalósítani. Én nagyon sajnálom, és nagyon sajnálatos ez, hogy a korábbi terveink nem tudnak megvalósulni, de egész egyszerűen, ha nincs pénzünk, akkor
nem fogjuk tudni azt elkölteni. Tehát ne számítson senki arra, hogy új játékokat tudunk venni az óvodába, hogy nagy járdaépítési programba kezdünk, vagy folytatjuk azt, ami a korábbi években már megvolt. Mert még azt se tudom, hogy a kerékpárutas pályázatunknak az önerejét honnan fogjuk előteremteni. Mert azért az élet mégiscsak megy tovább, ugye vannak a területi operatív program pályázatai, amiben jelen pillanatban három fut. Az egyik a bölcsöde, ami még csak tervezési szakaszban van. Van a barna mezős beruházásunk, a játszóház kialakítása Tolnán. Itt már a kivitelezés vége felé járunk, ehhez a plusz forrást megkaptuk a kormánytól. És van a kerékpárút, ami a döntések legelején már, tehát még évekkel ezelőtt pozitív döntést született arról, hogy támogatják ezt a pályázatunkat. Valahogy mindig úgy hozta az élet, hogy csúsztak ezek a mérföldkövek, hogy szakifejezéssel mondjam, a pályázat tekintetében, mert a tervezés és az engedélyeztetés elég hosszú időt vett igénybe. Jelen pillanatban a kivitelező kiválasztása van folyamatban, ez azt jelenti, hogy megérkeztek az ajánlatok, és a legolcsóbb ajánlat olyan 62-63 millió forinttal kerül többe, mint amennyi pénz rendelkezésünkre áll. Nyilván, ahogy a közbeszerzési hatóság elfogadja ezt érvényes pályázatnak, akkor kerülünk oda Fülöp polgármester úrral, hogy többlet támogatást kell kérnünk részben a kormánytól, részben pedig valami más forrást kell találnunk, hiszen ezt a 62-3 millió forintot jelen pillanatban se Tolnaváros önkormányzatának, se Nagyközség önkormányzatának a költségvetése nem fogja elbírni, de én ígérem, hogy mindent megteszünk mind a ketten azért, hogy minél előbb meg tudjon kezdődni a kivitelezés. A jelenlegi helyzetben az a leginkább pozitív hír, hogy nem kellett egyetlen szakalkalmazottnak sem megszüntetni a munkaviszonyát azokban az intézményekben, melyek az önkormányzat fenntartásából működnek. És ezt az állapotot a jövőben is felkívánjuk tartani. A következő időszakban még inkább odafigyelünk majd az idősekre, mondta a polgármester. A pesti hírekre reagálva, meg már korábban is én is gyakran kerestem igazgatórat, Rottenbacher Ádámot, mert hogy a társulással működtetjük közösen a szekszárdiakkal a Tolnai Idősek Otthonát, ahol 40 idős ember él, és természetesen lezárták itt is, tehát látogatni nem lehet. Én is vittem éppen a múlt héten C-vitamint az ott élőknek, korábban adtunk a dolgozóknak és az ott lakóknak is egy mosható szájmaszkot és viszonylag jó minőségű gumikesztyűt. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket a feltételeket is próbálunk hozzájárni. Ugyan nem a mi feladatunk, de hát itt ez most nem számít. Én azt gondolom, hogy a biztonság az első. Sőt, én azt ígértem igazgató úrnak, hogy egy héten egyszer gyümölcsöt fogunk szállítani az idősek részére. Éppen az itt dolgozó helyi vezetővel a múlt héten találkoztam, és azt mondta, hogy nagyon örülnek annak a néhány szemalmának, amit csütörtökönként szállítunk nekik. Én tudom, hogy nem lehet most a hozzátartozóknak semmit bevinni, meg azt is tudom, hogy az ott élők, akik esetleg még eddig mozogni tudtak, ők esetleg ki tudtak járni a boltba, de most ezt nem tehetik meg. Próbálunk egy kicsit ilyen módon segíteni a mindennapjaikon. A legfontosabb, hogy a nyugalom megmaradjon a városban, és ennek érdekében a jövőben is mindent meg fogunk tenni, mondta Appelszófer Ágnes.